Szabó Bélani a Széchenyi iskola igazgató helyettese mutatja azt a berendezést, mely szülői segítséggel érkezett az iskolába. Monár Viktor az adományozó azért döntött a gép megvásárlása mellett, mert kedvenc tanára úgy halt meg, hogy nem volt idejében segítség a megmentésére. Monár Viktor külföldön dolgozik és nem kívánt nyilatkozni, de azt elmondta, nem csak az iskolának, hanem a lakótelepen élők számára is adott esetben felhasználható lesz a készülék. Az iskolában nagy becsben van a defibrillátor, soha senkinek nem jutott még eszébe, hogy játszon vele vagy megrongálja. Ezek a lépések, hogy hogyan kell használni. Teljesen automata készülék. Egy évvel ezelőtt Molnár Viktor, a 4. B-osztályos tanulónk édesapja megkereste az osztályfőnököt, és mondta, hogy ő külföldön dolgozik, és olyan helyen, ahol hozzájut defibrillátorokhoz, és ő úgy gondolta, hogy támogatná azzal az iskolát, hogy vásárolja saját cégétől egy ilyen készüléket, és elhozná az iskolába. Mert hogy itt a lakótelepen és az iskolában is nincs ilyen készülék, és hogy nem csak az iskolában a 600 gyerek és az itt dolgozó közel 100 felnőtt, hanem a lakótelepi emberek segítségére is lehet ez a készülék. És közben eltelt egy év, és karácsony volt az a hónap, ahol fölhívtuk a szülőt, hogy örömmel vesszük, és hogy akkor szervezze le ezt az ajándékozást, és nagyon gyorsan, tehát egy hét alatt lebonyolódott, hogy ide került ez a készülék. Ő maga megvásárolta hozzá a szekrényt is, hogy olyan színű legyen, és hogy messziről lehessen látni, és hogy biztonságban helyezze, hiszen ez egy félmilliós eszközről beszélünk. Bár a készülék használata nem bonyolult és félreérthetetlen magyarázatokat is tartalmaz, az iskola pedagógusai rendszeresen vesznek részt továbbképzésen, ahol az első segélynyújtás fortéjait sajátíthatják el. Természetesen nagy felelősség egy ilyen eszköz használni. Hát nagyon szerencsések vagyunk, mert a Városi Sportcentrum már 2 éven keresztül szervezett a pedagógusoknak tanévkezdéskor egy olyan egészségügyel kapcsolatos képzést, ahol a rosszuléteket, a sebeket, a különböző életfunkciók működését, vagy a balesetet elszenvedett gyerekeket jól tudjuk kezelni, vagy jól álljunk helyt ilyen kihívott helyzetekben. És az idén is, és tavaly is, a tanév kezdéskor egy egész napos, 4-5 órás képzésen vesznek részt a kollégák, a bonyhádi mentősök, védőnők közreműködésével. Ők nagyon sok mindent tanultak a 2 év alatt, és ezt meg is tartjuk, hiszen ritkán van szükség ilyen képességeinkre, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket frissítsük, és változik is a világ körülöttünk. Tehát úgy készül mindenki már, hogy 2020. augusztusában biztos, hogy a Városi Sportcentrum szervezésében további képzéseken veszünk részt. Az iskola a lehetőségekhez mérten védi a defibrillátorát. Oda tettük, hogy kamerával védett, tehát próbáljuk biztosítani azt, hogy ez egy sérülésmentes eszköz legyen. De én úgy gondolom, hogy mivel beszéltünk arról, hogy ennek mi a jelentősége, és milyen helyzetben, milyen létfontosságú, hogy legyen ilyen az iskolában, mindenki nagyon tiszteletben és becsbe tartja. Jó volna, ha minden iskola és közintézmény rendelkezne ilyen berendezéssel, ha szükséges, adott esetben bármikor használatba lehessen venni, hogy ne kelljen valakinek úgy meghalni, ahogy az adományozó kedvenc tanárának, aki ma is élhetne, ha van a közelben egy ilyen eszköz.